Köszöntöm a Liceum Televízió nézőit, EKF Sport című magazin műsorunkban, és köszöntöm a stúdióban Hegedűs Tibort, az EKF SCG MR női csapatának edzőjét. Köszöntelek a stúdiómat, Tibi. És hát lett volna még egy mai vendégünk, egészen pontosan Iványi Bálint, aki sajnos betegség miatt nem tud most velünk lenni. Innen kívánunk neki jobbulást. És hát akkor beszélgessünk most a női kézzel a csapatról, több időnk marad így most erre. Hétvégén rendezték a 2011-es dobókupa női felkészülési tornát az Egeri Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban, ahol 6. helyen végzett a csapatod. Kicsit beszéljünk erről, elég, hogy mondjam, rangos mezőny jött össze, csupa-csupa NB1 B-s ellenféllel, és hát az Egeri együttes a B csoportba került be, ahol a Gyöngyösi FKK, a Bőcs és a Szentendre csapatával játszottatok. Beszéljünk akkor kicsit, menjünk így menetrend szerint. Az első mérkőzés mindjárt a szombat nyitó napon. A nyitó mérkőzés a Gyöngyösi FKK ellen történt. Igen, én úgy gondolom, hogy egy nagyon hasznos és egy színvonalas felkészülési tornán vagyunk túl, ahol a felkészülési időszaknak megfelelő teljesítmény nyújtott a csapat. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen vállalható eredmény és teljesítmény volt a mi részünkről. Elég kemény csoportba kerültünk, hiszen amit mondtad, a Gyöngyös, a Bőcs és a Szentendre csapatával sorsoltak össze bennünket. Ezek a csapatok mind előrébb állnak a bajnokságban, mint mi. A Szentendre a nyugati csoport középmezőnyéhez tartozik, a Gyöngyös ugye második helyezett a mi csoportunkba, illetve a Bőcs, aki az 5. helyen áll. Tehát ha úgy veszük, akkor a papírforma szerint a utolsó helyet kellett volna elfoglalni, de sikerült ezt a Szentendre ellen fölborítani ezt a meccset. Egy győzelmet szereztünk ellenük, visszatérve a Gyöngyös csapatára az első mérkőzésre. Azt hiszem, hogy a hajrá, vagy a kezdeti megilletődöttségen látszott a csapaton, hiszen rögtön elment az ellenfél 4 vagy 5 góllal, tehát ott sikerült egy sok gólos hátrányt összeszednünk az elején. Aztán magunkhoz tértünk, és a második fél idő 20. perce körül utolértük őket, 25-25-tel fordultunk, és hát sajnos a végjátékot nem bírtuk, és így egy 3 gólos vereséget szenvedtünk, ami úgy gondolom, hogy a bajnoki 5 gólos vereséghez képest egy pici előrelépésnek számít, de hát mint tudjuk, azért a bajnoki teljesen más, mint egy felkészülési torna. Tehát igen, a hétvégén kint voltunk a csarnokban a Liceum Televízióval, és hát ott a közvetítés során elmondtam én is, hogy bajnokságban ősszel 5-tel kaptunk ki a Gyöngyöstől, most 3-mal. Hát reméljük, ez a fokozatos, egyre kevesebb szám nem ér el tavaszra az 1 gólos vereségig. Jó lenne, hogyha ott esetleg pontot tudnánk, bár nyilvánvaló nehéz lesz, ugyanis a Gyöngyös másodikok most, ugye? Vagy nem első hely, második helyen fordultak ősszel. Tehát utána jött a bőcselni mérkőzés, és kedves nézők, láthatják közben a hétvégi eredményeit az EKF SC Gamer női együttesének. Láthatjuk, tehát 27-30 arányú vereség a Gyöngyös ellen, és akkor a második találkozó Bőcs ellenében 32-28, itt már egy 4 gólos vereség. Ez milyen meccs volt? Igen, a Bőcs ellen már nem követtük el ezt a hibát az első fél időben, mint a Gyöngyös ellen, hogy túlságosan elengedtük volna őket. Végig partiba voltunk, sőt a fél időre egy 15-13-as előny sikerült szereznünk, tehát 2 gólos előnnyel fordultunk. Azonban a második fél időben itt is jött egy rövid zárlat, itt 4 percen belül egy 5-0-as szériát produkált az ellenfél, amivel vezetésre tettek szert, és sajnos ebből már nem tudtunk felállni. Így kikaptunk ugye 4 góllal. Hát a Bőcsről tudni kell azt, hogy egy fizikailag nagyon masszív és erős csapat. Minden testi fölényüket és gyorsaságukat kihasználták ellenünk. Sajnos ezt a rossz szériánkat, ezt a rossz 4 perces szériánkat azonnal megbüntették. Hát ez az NB1B, sajnos itt már nincs erre lehetőség, hogy egy ilyen szériát produkáljon a mi csapatunk, és ebből nem is tudtunk sajnos felállni. Reméljük, hogy ebből tanulunk, és végig koncentráltan és végig masszívan tudunk majd védekezni a bajnoki során. Említett az előbb, ez megfogott engem, hogy fizikai fölényben voltak a bőcsiek, és hát az őszi találkozótok során, amikor ugye Bőcsön szenvedtetek, azt hiszem 2 gólos vereséget, 2 gólos vereséget, de akkor is úgy nyilatkoztál, hogy ha holnap reggelig játszunk, akkor sem nyerhetünk, mert gyakorlatilag agyonvertek minket fizikálisan ezek a lányok, a bőcsiek. Igen, ott
ott úgy gondoltam, hogy ott, vagy úgy gondolom, hogy ott nyerési esélyünk volt. Hát ezt azért nyilatkoztam akkor, mert én nem szoktam a játékvezetőkkel foglalkozni. Most de akkor sem tettem. Ott volt Beatrix, ugye neki az emlékezetes mérkőzése volt. Igen, tehát igen. Tehát ott sajnos, ott azt hiszem, majdnem egy fél időt emberhátrányban, vagy tehát emberhátrányban is játszottunk, és illetve az ellenféltől nem érkezett annyi kiállítás, amennyi a védekező játékok mutatott volna, hiszen olyan durvaságokba mentek bele, ami a játékvezető partnerek voltak, de még egyszer mondom, tehát nem erre akarom fogni. Dolgozunk azon, hogy ez a fizikai fölényük eltűnjön, és gyorsasággal, illetve kreativitással tudjuk ezt a hátrányt pótolni. De a bajnokságban vissza még egy kicsit a dobókupára. Ugye említettük akkor Gyöngyös és a bölcsáni vereséget, vasárnapi utolsó csoportmeccseteken viszont a Szentendre együttesét sikerült megverni, itt is előttem a papíron 28-25 arányban, és hát itt a fél időben elég magabiztos volt, már 7 góllal tudtatok vezetni. Ez már azért simább mérkőzés volt, tekintve nyertünk is pláne. Igen, meglepően jól kezdtük a mérkőzést. A Szentendréből egy kettős igazolású játékos hiányzott, a Klevinyi Kinga a Vázból, ott náluk játszik. A Grósz Kitti viszont itt volt, mint erősségük. Én úgy gondolom, hogy, és mivel ők a középmezőny elején állnak a NB1B nyugati csoportjában, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény tőlünk. Itt már azoknak a játékosoknak is lehetőséget tudtam adni, akik eddig nem vagy kevésbé kaptak szerepet a bajnokikon. Gondolok itt ifi játékosokra is. Megnéztem azokat, hogy azokat a szituációkat, illetve játékhelyzeteket, hogy kik azok a játékosok, akikbe lehet ebbe bízni, és fognak be tudni illeszkedni a rendszerben. Aztán ezért lett egy picit szorosabb a végjáték, hiszen olyan összeállításban játszottunk és védekeztünk, ami eddig soha nem fordult elő a bajnokikon. De hát ugye mindez egy felkészülési torna, és ez jó volt arra, hogy ezeket a védekezési összeállításokat, illetve támadásban a hármas, páros, négyes kapcsolatokat is tudjuk gyakorolni olyan játékosokkal, akik eddig úgymond a padon ültek többet, és így azért ízelítőt kaphattak abból, hogy mi is az a komolyabb meló, illetve komolyabb játékszituáció. Én úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen egy jó teljesítmény nyújtottunk, bizonyítja ezt a három gólos győzelmünk is, amire ugye lehet építeni a továbbiakban. Előbb azt mondtad, hogy felkészülési torna, és mivel nem tét meccsek voltak, gondolom nem voltak akkora izgalmak a játékosokban, de azért úgy gondolom, hogy szerettetek volna minél jobb helyezést elérni. Ötödik helyért játszottatok vasárnap délután a Pénzügyőr Spartacus csapat ellen, és hát itt egy elég szoros mérkőzést láthattunk, hol az egyik, hol a másik gára vezetett egy-egy góllal. A végjáték is ilyen hasonlóan szorosan alakult, azonban ott egy kiállítás, mintha megpecsételte volna a mérkőzés sorsát, és a Pénzügyőr először tudott a mérkőzés vége felé 2-2 vezetni, ezt azonban már nem sikerült behoznunk. Az milyen mérkőzés volt? Igen, a mérkőzés előtt azt beszéltük meg a lányokkal, hogy hiába felkészülési torna, de azért próbáljuk meg oda tenni magunkat, azért nem mindegy, hogy 5. vagy 6. helyen végez a csapat, azért jobb lett volna az 5. helyen végezni. Úgy gondolom, hogy a mérkőzés folyamán egy teljesen kiegyenlített játék folyt a pályán. Mindkét csapat nagyon jól küzdött, és teljesen mindent megtett azért, hogy győzelemmel vonul a pályáról. Végig szoros volt az eredmény. Itt a végjátékban sajnos, ahogy említetted, 2 góllal elment a Pénzügyőr, és ott már sajnos nem sikerült visszahozni ezt a 2 gólos különbséget. Végén sikerült gólt lőnünk, és azt hiszem maradt még 15 másodperc az ellenfélnek, ott kijöttünk szoros emberfogásra, abból nem sikerült labdát szereznünk, úgyhogy az ellenfél még tudott egy gólt dobni belőle. Sajnos itt azt kell, hogy mondjam, egy kapus teljesítménnyel jobb volt az ellenfél. Itt a két kapusomra visszatérve, a Fekete Dorinán és a Marian, Kuzman Marianra. Amik ugyebár, bocsánat, közbeszólok, ugye új igazolások, tehát ők most mutatkoztak be először. A Dorina, tehát a Fekete Dorina, Marian már védett nálunk. Hát a Dorináról tudni kell azt, ugye 18 éves most került hozzánk, tehát ő még igazából nem tud egy mérkőzést olyan magas szinten megoldani, hogy jó védésekkel segítse a csapatot. Voltak részmomentumai, ami nagyon jól sikerültek szerintem, amire lehet építeni a jövőben, de úgy gondolom, hogy egy mérkőzés, tehát nem egy meccs, ugye már 2 meccsünk volt aznap, tehát ő még nem képes arra, hogy az egész mérkőzést úgymond olyan színvonalon védje, ami a csapatot segíti.
A Mariannak is ugyanez volt a problémája, hogy jó dolgokat produkált, tehát Zitzert is fogott, csak azért voltak olyan holdpontjai, ami nem segítette a csapatot. Hát a harmadik kapusunk, a Mazurai Judit, sajnos munkahelyi elfoglaltságai. Rágondoltam közben eszemedet, hogy a Kuzma Marian helyett, hát persze ő már régóta itt játszik. Rágondoltam, aki a Mazurai Judit még nem tudott bemutatkozni. A munkahelyi elfoglaltságai miatt sajnos nem lehetett velünk. Én úgy gondolom, hogy azért ő sokat segített volna rajtunk. De hát ez egy felkészülési torna volt, és örülök azért, hogy a két kapusomnak, akik eddig ugye kevesebbet védtek, és még az ifibe is tud védeni a Dorina, belekóstolt abba a légkörbe, ami már a felnőtt csapat szintje, és még egyszer mondom, tehát lehet rájuk számítani. Új játékosokról hamarosan lesz még szó, ugyanis múlt hét szerdán tartott az EKFS CGM női csapat egy sajtótájékoztatót, amely keretében egyrészt a 2011-es dobókupát harangozták be a résztvevők, illetve az új igazolásokat mutatták be, már nem személyesen, de ugye ezt említették a Rutka Péter technikai vezető egészen pontosan, hogy kik az érkező és távozó játékosok. Előtte még térjünk vissza egy szó erejéig a dobókupára, láthatják itt a kedves nézőink a helyosztók végeredményét. Hát a hetedik helyért Hajdunánás Szentendre 32-22. A Hajdunánás ugye velünk egy csoportban szerepel, ők végezték meg, hetedik listavezető. Kicsit tán csalódás ez a hetedik helyezés tőlük, nem várt? Igen, itt mindenki csodálkozott a Hajdunánás csapatán. Én azért ismerem az edző kollégát, és tudom, hogy minden ilyen felkészülési mérkőzésen ilyen teljesítmény nyújtanak, úgymond, tehát ők ezeket a felkészülési mérkőzéseket arra használják föl, hogy minél több összeállításban, minél több játékszituációt, illetve ifistákat is bevetve gyakoroljanak, és aztán ők a bajnoki mérkőzésekre teszik oda magukat, úgyhogy, de számomra is egyébként, hogy az utolsó helyre játszottak, ez mindenképpen meglepő. És ugye, hogy mondjam, kibabráltak saját magukkal, ugyanis az A csoport utolsó mérkőzését is ők játszották, ami követően egyből jött ez a hetedik helyért mérkőzés, tehát két összecsapást játszottak egymás után. Ők lettek tehát a hetedikek, említettük az ötödik helyért mérkőzésen, tehát Pénzügyőre, KFS Cieger, Gémer Eger 28-26, a bronz csatán Csömör Gyöngyös 21-22, és végül a döntőben a Kispest a Bőcs együttesét verte 27-25-re. Láthatjuk egy másik diám most a kedves nézőink a dobókupa végeredményét. Kispest, Bőcs, Gyöngyös tehát a dobogon, az EKFS GMR csapata tehát a hatodik, és hát volt három külön díjasunk, ami viszont jó dolog, meg illik megemlíteni, hogy EGRI játékost is rá is vonatkozik. A legjobb játékosnak ugyanis Bak Juditot választották, az EGRI-ek kiválóságát. A legjobb kapus Nábelek Noémi lett Gyöngyössől, a gólkirály pedig Szamosi Lívi a Kispestről 29 találattal. Sokáig egyébként úgy tudom, hogy Bak Judit a góllövő listán, tehát a gólkirály női címért is harcban volt. De tehát akkor ennyit a 2011-es dobókupáról, és ahogy az előbb azt beharangoztam, nézzük meg egy videóbejátszás alapján, mi történt a múlt hét szerdai sajtótájékoztatón. Hát szó volt a sajtótájékoztatón új játékosok érkezésről, akkor én, Péter, még egyszer előre kérlek téged, hogy kik érkeznek, és kik az, akik távoztak. Hát kezdeném akkor a távozókkal. A kapuban nagy üresedés volt az utolsó bajnoki mérkőzés után. Eligazolt tőlünk Fodor Tímea is, illetve Szűs Noém is jelezte, hogy nem szeretne a csapatban tovább játszani. És hát volt még egy távozó, a bal szélső Kovács Viktória, akit ősszel hoztunk a Füzesabon csapatától. Hát ők a távozók, érkező ugye kapuban mindenképp pótolnunk kellett őket. Gyöngyöstől érkezik Mazura Judit, illetve Fekete Dorina, aki Dunaújvárosban nevelkedett, most pedig a Tolna KCNB1B-s felnőtt csapatában védett. Úgy gondolom, kapuban nem lesznek gondjaink. És hát mezőnyjátékos a Balci Anna Mária jön, ő is Gyöngyösről. Vele rendkívül sokat erősödünk, úgy gondolom. Bak Judit mellett ő lehet a csapat egyik másik kiválósága, de azt gondolom, hogy ha nekik nem megy a játék, van még egy Balogrenink, egy Ponyi Szabinánk, illetve egy Pothuszki Baltrixunk, akik meg fogják oldani a góllövés feladatát. Hát Pothuszki Baltrixunk majd csak lesz, ugye, mert még eltiltásod van a Böcselni kiáltás után. Mikor fog letelni ez a kiáltás? Hát még két meccsről vagyok eltiltva, és utána tudom kezdeni csak a tavaszi szezont, sajnos. Itt szó esett, hogy nyilván a dobókupáról, a hétvégi dobókupáról. Mit vártok a rendezvénytől, vagy az eseménytől? Hát mindenki ezt kérdezi, gyakorlatilag mi ezt egy felkészülési tornának tekintjük.
helyezésekben nem nagyon gondolkodunk, hiszen tényleg az a célunk, hogy sokat játszunk, az új lányok minél jobban beépüljenek a csapatba. Természetesen, ha úgy alakul, szeretnénk megnyerni a versenyt, de tényleg nem az a célunk, hogy itt most nagy helyezéseket tegyünk magunk elé, mert ez a felkészülésünket szolgálja a tavaszra. És ha már tavaszt említetted, ugye meg az új játékosokat, tehát egy fél éves rutin már van mögöttetek NB1-bés, mik voltak az eddigi tapasztalatok, és hát mit vártok a folytatástól? Hát mindenféleképpen szeretnénk, hogyha azért jobb teljesítményt nyújtanánk a tavaszi szezonban. Én nagyon remélem, hogy még egységesebbek tudunk majd lenni, mint voltunk. A videóanyag tehát a sajtótájékoztatón készült a dr. Kemény Ferenc sportcsarnok olimpiai termében, és hát akkor kicsit ezt a témát is vesézzük ki Hegedűs Tiborral. Három érkező, három távozó, kezdjük akkor a távozókkal. Mit kell róluk tudni, miért alakult így? Hát sajnos egy jó kapust veszítettünk el a Fodor Timi személyében, aki az ősz folyamán meghatározó játékosa volt csapatunknak. Ő egy elég nagy veszteség számunkra. Hát, hogy családi okok miatt döntött a hazatérés mellett. A szülei és a barátja, ő debreceni, és hát nagy honvágya volt, és sajnos úgy döntött, hogy visszatér Debrecenbe, és a Derecske csapatában folytatja tovább a pályafutását. Kovács Viktória balszélső szintén egy érzékeny veszteség, hiszen ő még az IFI csapatunkat is erősítette, és az IFI csapatban is meghatározó játékos volt, illetve a felnőtt csapat kezdő balszélsője volt. Szintén családi okok miatt visszatér Füzesabonyban, nem tudja vállalni a heti edzéseket, illetve a hétvégi mérkőzéseket. Sajnos, úgyhogy hát velük azért úgymond gyengültünk, hiszen balszélső, illetve a kapusposztra igazolnunk kellett, de főleg a kapusposztra úgymond, érkezett a Mazura Judit a Gyöngyös csapatából, ott kevesebb játék lehetőséget kapott, és ezért döntött a távozás mellett, és jött hozzánk első számú kapusnak. Én úgy gondolom, hogy ő azért egy megbízható, stabil NB1-bés kapus, és hogyha a mérkőzés hiányát úgymond sikerül pótolni, akkor ő is szintén meghatározó védéseivel segítheti a csapatot. A Szűcs Noémi ügye még függőben van, hiszen ő szeretne azért, úgy látom rajta, hogy szeretne azért még visszatérni hozzánk, tehát szeretne védeni. Ő vele ilyen heti egyedzésbe állapodtunk meg. Tehát ő vele még függőben van a tárgyalások. És akkor a Fekete Dorina érkezett, ő Mezőkövest környékén lakik, tehát Szent Istváni származású, és annak idején serdülő korában elkerült a Dunaferhez, tehát ő egy ilyen tehetségkutatón vagy egy mérkőzésen kiválasztották, és a Dunafer hívta. Ő egy jó képzést kapott, tehát egy nagyon jó alapképzésben részesült. 18 éves, tehát ő is még az IFI csapatban is fog védeni, illetve a felnőtt csapatban ilyen részfeladatokat fog kapni majd. És akkor a Barci Anna Mária érkezett még jobb átlövő posztra, balkezes jobb átlövő, szintén a Gyöngyös csapatától. Tőle nagyon-nagyon sokat várok, úgyhogy már most annyi játék lehetőséget kapott, amennyi az ő játék stílusa az, illetve a játék készségéhez illik. Én úgy gondolom, hogy a dobókupán az utolsó két mérkőzésen be is bizonyította azt, hogy őt miért is igazoltuk. Hát tulajdonképpen ez egy hiányposzt volt nálunk, hiszen a jobb átlövő poszt ezt kényszer megoldásból tettük oda, játszott a Balogránát a Ponyi Szabina. Tehát ők többé-kevésbé azért megoldották ezt a feladatot, de kellett igazolnunk egy jó védekező, illetve egy támadásban azért egy meccsenként 4-5 gólt lövő játékost, aki minden mérkőzésen tudja ezt a teljesítményt hozni. Jó, hát akkor tehát ők távoztak, illetve érkeztek a csapatból. Így röviden még arról beszéljünk, hogy néz ki a további menetrend a felkészülésnek. Hamarosan ugyanis hát nyakunkon már a tavaszi menetrend. Mikor is kezdődik pontosan, vagy folytatódik? Február 13. És ugye, ha jól emlekszem, akkor az Inár Csörkénnyel kezdtünk, akkor oda utazunk az első mérkőzésen. Addig esetleg felkészülési mérkőzések, vagy esetleg torna szerepele még a programban? Igen, hétvégén Hajdúnánáson veszünk részt.
Most már biztosá vált, hogy edzőmérkőzésen, hiszen egy három csapatos torna lett volna, csak sajnos a Máté Szalka harmadik csapat visszamondta. De úgy beszéltük meg a Molnár András edzőkollegámmal, hogy játszunk bőven, amennyi belefér, tehát valószínű úgy lesz, hogy 30-40-30 perc lesz a játékidő, illetve elvisszük a ifi csapatunkat is, és ők is megmérkőznek egymással. Én úgy gondolom, hogy azért a Hajdúnános egy olyan csapat, akivel érdemes játszani, és lehet tanulni tőlük. Úgyhogy velük játszunk szombaton, és a mérkőzés, tehát jövő héten a mérkőzés hetében már nem tervezek edzőmérkőzést, ott már taktikai elemeket fogunk főleg gyakorolni, mint támadásban, mint védekezésben. Védekezésünket nagyon össze kell rakni, hiszen nagyon sok kapott gólunk van. Ezt azt hiszem, hogy ha a kapott gólokat ranglistára tennénk, akkor mi a vége felé szerepelnénk sajnos. Tehát ott nagyon tehát nagyon nagyot kell javulnunk. Illetve a támadójátékunkat is olyan szintre kell hozni, hogy gondolok itt a labda nélküli mozgások gyorsítására, ami mindenképpen szerepel ebben a dologban, hogy ebbe előre lépjünk, és ha ezek összeállnak, és támadásban, mind védekezésben egy olyan szintet tudunk elérni minden mérkőzésen, ahol nem lesznek ilyen holdpontjaink, úgymond, amit az ellenfél megbüntet, én úgy gondolom, hogy azért a középmezőny megcélozható. Hát reméljük, hogy így sikerül majd a tavaszi szezon, és hát a végén büszkék lehetünk a csapatra, és hát mi remélhetőleg eléritek azt a célkitűzést, amit megfogalmaztatok. És akkor térjünk át, rövid időnk maradt már csak az adásból. Igazából azért is beszélgettünk ilyen sokat a női kézilabda csapatáról, ugyanis mivel Biványi Bálint a férfi csapat edzője ugye lebetegedett, és hát nem mondhatnánk, hogy lámpaláza lenne, reméljük semmilyen láza nincs. Tehát volt már ő itt ebben a stúdióban, tehát azért láttuk őt már beszélni, biztos nem lámpalázról volt szó, viszont így kicsit borult az adásmenet, viszont a felvétel előtt telefonon sikerült Hegedűs Tibornak és Iványi Bálintnak egyeztetni, és így az EKF bajnok a 2011-es versenysorozat alkalmas sportnapjára kialakítottuk azt a két kézilabdás keretet, amelynek az egyik részét az EKF-es cég Gilmer női, a másik részét pedig az Egeresztázi SF férfi kézilabda csapata alkotja, tehát két vegyes csapatról van szó, akkor ezt most gyorsan fel is olvasom önöknek, illetve hát láthatják a diákon is, hogy hogyan néz ki ez a két csapat. Egyelőre úgy neveztük mi őket, hogy A és B, majd valami fantázia nevet még addig kitalálunk, illetve hát majd az, hogy melyik csapatnak ki lesz a vezetője, még ez is elválik addig. Tehát nézzük az A csapatban. Fekete Dorina, Őri Anna Mária, Bárkai Bianca, Gaskovár Réka, Király Ramona, Barci Anna Mária, Holovic Anikó és Poturszki Beatrix került bele a női csapatból, hozzájuk csatlakozik a férfiak részéről Szűcs Miklós, Kovács Ferenc, Tamás Ádám, Füved Zoltán, Benei Ákos, Vidó László és Rutka Péter. A B-jelű csapatban pedig, akkor megint a lányokkal kezdjük, Őri Ildikó, Balog Renáta, Benedek Réka, Ponyi Szabina, Kovács Éva, Balázs Nikolett, Molnár Nikolett a női lista, és akkor a fiúk részéről pedig Szűcs Dávid, Péter János, Tamás Tamás, Hevér Tibor, Molnár Norbert és Mlinkó Gábor, illetve Guba Tamás került be. Tehát ez a két vegyes csapat itt az EKF bajnoka címért folytatott versenyben. És hát ez jövő hét kedden van, tehát addig már nem lesz adásunk. Ezúton is bíztatok mindenkit, akár hallgatót, akár a városban élő sportot szerető kedves nézőnket, hogy látogassanak fel az Eszterházi csarnokba, sőt pontosabban már egy órától a Bicskei Adár úszodába, ugyanis ott kezdődik a program, majd ez egészen 14:30-ig tart, onnan pedig 3 órától folytatjuk fent az Eszterházi csarnokban, tehát egy mindenféleképpen jó rendezvényre van kilátás, jöjjenek ki. Egy témánk maradt a mai adásból, az EKF Eger Hész férfi NB1B-s kosárlabda csapatának hétvégi mérkőzésen nézhetjük a jegyzőkönyvet. Boci Travel Budafok Csepel ellen, tehát az NB1B keleti csoportjának 14. forduló mérkőzésen 108-76 arányú hazai győzelem. Láthatjuk a pontszerzőket, Rusznák 16, Máté 26/9, Krasznai 17/3, Erdei 11 és Remje 3. Csak a kezdőötöst említsem, de hát majdnem mindenkinek sikerült pontot szerezni, egészen pontosan Hegedűs Krisztián maradt itt ki a úgymond pontgyárosok közül, aki nem szerzett pontot, és hát egy emlékezetes mérkőzésen vagyunk túl, ugyanis egészen pontosan 59 faltot fújtak a játékvezetők. A Váci Péterrel a mérkőzésen azzal vicceltünk, hogy
Itt legalább kiderült, hogy majd, hogy nem az összes lámpa működik az eredményjelzőn a csarnokban, mert hogy az összes majd, hogy nem kigyulladt. Érdekes mérkőzés volt, a játékvezetői felfogás is az volt, a lényeg az, hogy nyertek a fiúk, viszont sajnos a riválisok nem botlottak, láthatjuk a 14. forduló további eredményét, Tiszaújváros Jászberény 59-103, ugye az Eger Budafok-Csepel 108-76, Bajai Bácska Kecskemét 82-72, Entelet Vásárhely Ceglét 91-70, Budapest Honvéd Deac 83-65, és végül Óbudai Kaszások Nagykáló 104-61. Tehát az előttünk álló négy együttes közül senki nem botlott, így maradtunk az ötödik helyen, már ezt is láthatjuk, hogyan áll a bajnokság jelen pillanatban, Jászberény, Vásárhely, Óbuda, Budapest, Honvéd és Eger a sorrend. És a következő fordulóban, közben már az is látható a dián, a Deac csapat ellen játszik a Váci Péter, Széles Kovács Gyula vezette legénység. Debrecenben lesz a mérkőzés szombaton 17:30-tól a sereghajtó Deac ellen, tehát véletlenül ott is győzelemmel hagyja el a parketet, tehát a férfi kosárlabda csapatunk. És hát akkor nagyjából mindent meg is beszéltünk. Hegedűs Tibornak köszönöm, hogy eljött, elfogadta meghívásunkat, és akkor vele találkozunk jövő hét kedden a Csarnokban, illetve az Uszadában. Reméljük a kedves nézőkkel is, azonban ne menjenek sehova, ugyanis két mérkőzést láthatnak még itt a továbbiakban. Első nekifutása az EKL Fegerhész Boci Travel Budafok Csepel kosárlabda mérkőzést, ezt követően pedig az említett Dobó Kupának a nyitó mérkőzését, az EKL FC GMR Gyöngyösi FKK megyei derbit. Maradjanak tehát velünk, és további jó szórakozást. Minden jót, viszontlátásra! We'll be right back.